A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával önök a Pécs TV híradóját látják. Kollégáim nevében is köszöntöm nézőinket. Ülésezett ma a Közgyűlés Közlekedési és Kommunális Bizottsága. A képviselők egyebek mellett arról tanácskoztak, hogy miként lehetne elejét venni a városunkban nem egyszer komoly gondokat okozó pince- és támfalomlásoknak. Lerágott csontnak is nevezhetnénk olyan régóta okoz problémát a belváros területe alatt található több évszázados pincerendszer. Itt mindig akkor erősödik fel a probléma a pince és a támfal kérdésben, amikor egy-egy nagyobb esőzés jön, és itt az elmúlt hét az bizonyította megint, hogy Pécs városa ilyen szempontból elég kritikus helyzetben van. A támfalakat illetően is, mert domboldalra épült, és a pincét illetően is, mert korábban alápincézett területei vannak Pécsnek. Az egyetlen megoldás ezen pincék tömedékelése. Az 1970-es, 80-as években volt egy átfogó program, melynek keretében megpróbálták feltérképezni a pincehálózatot, a mai napig azonban gyakran bukkannak új, eddig fel nem fedezett építményekre. A Közlekedési és Kommunális Bizottság készített egy tervet arra az esetre, ha hirtelen szükséges beavatkozni valahol. E munkák költségére írtak ki közbeszerzési pályázatot vállalkozók számára, így konkrét esetben azonnal beavatkozhatnak majd. A támfalak jelenleg a Vince utcától, valamint Szabolcsfalutól keletre eső területeken okoznak gondot. Itt mindig az időjárás viszontagsága is hoz egy-egy újabb lehetetlen helyzetet, egy újabb havária helyzetet, és itt a szakma azért van, hogy ezeket elhárítsa, tehát mindenképpen résen kell lennünk állandó jelleggel. Friss napirendként került a bizottság elé az az előterjesztés, mely a Kálvária utca tömegközlekedésbe történő bevonását célozza meg. A korábbi elképzelés, miszerint egy már létező járatot irányítanának át, a lakók kérésére úgy tűnik meghiúsult. Most egy új járat indítására próbál a bizottság pénzt elkülöníteni. A Mecsek-Szabolcsi település részen folyó csatornázási munkálatok miatt várhatóan augusztus végéig csak Fejérhegyi közlekedik a 21-es busz. Azonban egy ötletnek köszönhetően a rászorultak, például a terhes anyák és az időskorúak tömegközlekedése biztosított. Hogy miként, arról a szervezőket kérdeztük. A csatornázás évek óta húzódó problémája Mecsek-Szabolcsi település résznek. Ez év áprilisában dőlt el a buszközlekedés teljes leállítása a Fehérhegy és Szabolcsfalu közötti szakaszon, július 2-ától. A helyi civil szervezetek egy ingyenes, 14 személyes körjáratot indítottak. Egyrészt ennek az ötletgazdáját szeretném megemlíteni, Hegedűs Józsefné Margó nevéhez kötődik. Ő egy itteni nagycsaládos tagcsoportnak a szervezője, és két héttel ezelőtt szembesültek, én azt gondolom az emberek, hogy hát itt leáll a buszközlekedés. Meg kell említeni mindenképpen a város jegyzőjét, Pap Juditot, aki szinte viharos gyorsasággal két-három napon belül összehívta azt a bizottságot, akik elvi támogatásokat adták a kezdeményezéshez. A szervezésben és a lebonyolításban, szórólapozásban részt vettek a Mecsek-Szabolcson található civil szervezetek, néhány rész önkormányzati képviselő. Ez a terület, amely meggyőződésem szerint nemhogy múltja is van, de jelene és jövője van, a város egyik legszebb területe, és hogy ezeket a lehetőségeket ki tudjuk aknázni, ehhez széles társadalmi összefogásra van szükség, mert ez egy embernek azért óriási feladatot jelentene. Honnan tudta meg, hogy jár ez a busz? Hát ezt nem tudtam, csak úgy hallottam most fönt a többi munkatársaimtól, akik fönt vannak fönt a Szőlőhegyben, hogy van egy kis busz. Na de hát én nem tudtam azt, hogy mikor jár, csak most látom, hogy nézem, hogy ez a kicsike, hát de nem tudom, hogy férek föl rá. Mert hát ha lesz hely, akkor el tudok menni, elmegyek vele, nem, akkor gyalog ki meg Fehérhegyre. A kisegítő körjárat ideiglenes megállói. Fehérhegy újságos pavilon, Aurora utca, Szabó István utca sarka, felnőtt orvosi rendelő és Szabolcsfalu főtér. Talán nem elegen tudják, hogy a roma fiatalok tanulmányait a városban több civil szervezet is igyekszik támogatni. A Ketánipe Egyesület például gimnáziumi szakközépiskolai és szakiskolai képzésekhez egyaránt segítséget nyújt, feltéve, hogy az érintettek élnek a pályázat adta lehetőségekkel. Újabb pályázati lehetőségeket nyújtanak a tehetséges roma fiatalok számára különböző alapítványok, így például a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, illetve a Soros Alapítvány. A Ketanipa Egyesület a pályázatok helyes kitöltésében segít a fiataloknak.
az adatlap mellett önéletrajzot, bizonyos tanulmányi átlagot kérnek, attól függően, hogyha középiskolában jár a diák, akkor a 3-as szükséges ehhez, hogyha pedig egyetemre, akkor 3,5-es átlaggal kell rendelkeznie a pályázónak. Azt, hogy a diák a roma kisebbséghez tartozik, bármely roma civil szervezet igazolhatja. A pályázatot a középiskolásoknak augusztus 3-áig kell feladni, az egyetemisták esetében szeptember 1-e a határidő. Ezen kívül az általános iskolások részére is lehet igényelni ösztöndíjat. Minden tehetséges roma fiatalnak, függetlenül attól, hogy milyen nagy mennyiségben jutnak el a pályázatok a pályázat kiíróhoz, támogatást kapnak, ha megfelelnek a feltételeknek. Tehát azért roma diák nem lesz elutasítva, mert nincs rá pénz. Az Egyesület ezen kívül azt az adatlapot is segít kitölteni minden kárpótlást igénylőnek, aki kényszermunka vagy egyéb sérelem miatt jogosult erre a támogatásra. Ezt hétköznap az Egyesület Béri Balogh Ádám utcai irodájában tehetik meg. Közjogi nyári egyetemet szervezett a Pécsi Tudományegyetem állami és jogtudományi kara. A falukutató táborban a résztvevők egy hátrányos helyzetű kistérségben, az Ormánságban végeznek vizsgálatokat. A Pécsi Tudományegyetem állami és jogtudományi karán előadásokkal kezdődött a sejei falukutató tábor. A résztvevők az Ormánság helyzetéről, lehetőségeiről és a kutatás módszertani kérdéseiről hallhattak beszámolókat. Az Ormánság területén valójában arra lennénk kíváncsiak, hogy a lakosság az önkormányzatok ténykedését hogyan értékeli, hogyan érzékeli, mit jelent számára az önkormányzás, hiszen hát végül is értük van, sőt kicsit tovább menve, hogy a választópolgárok közösségét illetik az önkormányzati jogok. Nagyon gyakran elhangzik, úgy általában a közigazgatásról, vagy éppen erről vagy arról az önkormányzati szintről, hogy ilyen problémák adódnak, olyan problémák adódnak, azonban az empirikus vizsgálatok azok az utóbbi időszakban sajnos hiányoznak. Következésképpen ezek a megállapítások úgy részbe fedik a valóságot, részbe ettől nagyon távol esnek. Ezen szeretnénk segíteni, és kicsit hát kedvezőbbé tenni azt, hogy valójában milyen vélemény is alakítható ki az önkormányzati munkáról. A jogászhallgatók interjúk, kérdőívek és dokumentumok segítségével tájékozódnak az Ormánságról. Milyenek az ott élők, hogyan gondolkoznak, tehát végül is az ő életüket próbáljuk kicsit jobban megérteni, hogy miért elmaradott ez a régió, esetleg mit tudnánk mi, mint jogászok tenni. Azt gondoljuk, hogy nem túl rózsás a helyzet, talán kicsit optimistán arra fogunk törekedni, hogy valami megoldást, vagy talán jobban átlátjuk, mint így az íróasztal mellől. A tábor eredményeit nem csak az egyetemen lehet majd hasznosítani, hanem az önkormányzatok számára is hozzáférhető lesz. A soksebből vérző hazai egészségügyben csak keveseknek van okuk az ünneplésre. Csendesen telt a hónap első napja is, pedig hivatalosan június elején ünnepeljük az ágazat országos ünnepét, a Magyar Egészségügy napját. A magyar egészségügy helyzetének megítélése nehéz feladat lenne napjainkban. Ha arról szólunk, hogy egy kórház csőd helyzetbe kerül, akkor azt a betegek elsősorban nem az adott intézmény gazdasági helyzetére értik, sokkal inkább az ellátásukkal, a gyógyításukkal hozzák kapcsolatba, pedig általában nem erről van szó. Az egészségügyben dolgozók mindent megtesznek a betegek érdekében, és feladatuknak továbbra sem a háttérben húzódó politikai szálak bogozgatását tekintik, hanem a beteg emberek folyamatos ellátását. Körképünkben orvosokat, valamint a mentőszolgálat munkatársait kérdeztük a rájuk nehezedő terhekről. Az egészség az utolsó minden vonalon, holott nekünk már a szakmánk miatt is ennek az elsőnek, vagy legalábbis az elsők között illene, hogy legyen, és kellene, hogy legyen. Nagyon nehéz azt elviselni, hogy a betegnek fölírja az ember a gyógyszert, és hogyha patikába beállunk a sorba, akkor látja, hogy az idős nyugdíjas nem tudja a gyógyszer, 3-4 gyógyszerből 3-4 ember nem tudja az összes gyógyszert kiváltani, hanem abból azt mondja, a legdrágábbat nem kérem. A mentőszolgálat helyzete még több aggodalmat ébresztett az egészségügyön belül, bár január 1-től visszamenőleg most realizálódott az átlag 10%-os béremelés. Sajnos nagyon nehéz meghúzni a béreket, a takarékosságot, hiszen hát mentéssel és betegszállítással foglalkozunk. Nyilvánvaló, hogy minden takarékosság ezeknek a rovására mehet, de nem megy.
A mentést azt minden körülmények között zavartalanul biztosítjuk, ahogy eddig is megtettük, a betegszállítás viszont sajnos késhet takarékossági okokból. A nehéz helyzet ellenére vannak, akik évtizedekig hűségesek maradtak a mentőköz. Bitó Antal 1957 óta dolgozik gépkocsi vezetőként. Munkáját most az egészségügyi miniszter is díszoklevél adományozásával ismerte el. Mindig az ember volt az izgalmas előttem. Jó lehet, én műszaki ember voltam, már olyan értelemben, hogy gépkocsit vezettem, és ugye hát a profilom is, ugye hát mint garázsmester ez volt, ugye, de igazából az ember volt az érdekes, az ember, tehát mindig ez volt az izgalmas. Az a nagy csapat, amelyik ma az egészségügyben dolgozik, borzasztó nagy elszántsággal, lelkesedéssel végzi a munkáját, és ha ez nem így lenne, akkor már rég csődbe jutott volna az egész, a csőd valódi, nem gazdaság értelembe véve. Bizonyára sokan várják már a nehéz gépjárművek hétvégén kezdődő seregszemlét és ügyességi versenyét, a Track Trial futamait. A Pécset második alkalommal megrendezett rangadó előkészületei már gőzerővel folynak. Pécsett a Karolina kőfejtésen megrendezésre kerülő verseny munkálatai hétfőn kezdődtek. Az üzemeltető Kőszén Kft. Által a főrendező Pécs TV Kft. Rendelkezésére bocsátott terület, vízbekötése, biztonsági kerítéssel való ellátása, valamint a pályaépítés kezdeti munkálatai indultak meg. Folyamatosan végezzük a területelzárásokat, azokat a részeket, amelyeket ugye a versenyelő elzárt területnek minősítettünk, ezeket hermetikusan lezárjuk a versenyterületeken, a nézők biztonsága érdekében különböző védőlétesítményeket, kerítéseket, töltéseket építünk, ezeknek kb. 50%-a már rendelkezésre áll, és hát tulajdonképpen a versenyterületeken most olyan munkák folynak, amelyek a pályaépítés közvetlenül megelőzők. Természetesen időben készereztünk, a tavalyi gyakorlatokat nagyon szépen tudjuk hasznosítani, a csapat egyre összeszokottabb, egyre rutinosabb, péntek délutánra tökéletesen kész lesz az egész pálya. Erre a hétre teljesen leállították a munkálatokat, és csak a Pécs TV, illetve csak a rendezvényé ez a pálya, ez a terület, és a bánya felett gyakorlatilag teljes egészében rendelkezhetünk. A két műszakban reggeltől estig dolgozó pályaépítők munkálatainak további szakaszairól folyamatosan tájékoztatjuk nézőinket. A város legfontosabb híreivel, eseményeivel a Pécs TV híradóját látták. Műsorunk időjárás jelentéssel folytatódik. Ha tehetik, maradjanak velünk. Folytatódik a viszonylag száraz, kellemesen meleg időjárás. Éjszaka derült lesz az égbolt, hajnalra 12-17 fokig hűl le a levegő. Holnap, szerdán többnyire napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, számottevő csapadék továbbra sem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul.